Na, sziasztok srácok! Újra itt, vasárnap. Ja, én nem vagyok túl jó, az igazság. Ilyen hullámok volt, még rám jön a köhögés. Hát gyerekek, nagy elhatározás jutottam, lehet, hogy páran fognak ennek örülni. Úgy döntöttem, hogy a darabig felfüggesztem ezeket a heti videókat. Mondom, hogy nehéz döntés volt, de nem igaz. Nem igaz, és nem igazából csak azért, mert most így beteg vagyok, hanem már egy ideje benne van a kis fejemben. Szóval egy nagy álmokkal, nagy tervekkel indultam én ennek neki, és ugye nem most, hanem már ugye az ausztráliás dologgal együtt, már több mint egy éve is. Hát, mondjuk úgy beleért a kezem a bilibe. Ugye sokkal nehezebb projekt, mint ezt én valahogy is gondoltam volna, és az igazság, hogy ugye a fő célom mind a mellett, hogy szerettem volna egy nagy csatornát építeni, az mindenféleképpen az, hogy jól érezzem magam, bőrömben megtaláljam magam, ugye nem véletlen az útkereső név, és egy kicsit ez kezdett elveszni már az utóbbi időben, mert tehát rohadt sok időt viszel ez a videós sztori. Tehát most az egy dolog, hogy non-stop azt kell néznem, hogy úristen, mit vegyek föl. Hogyha épp nem történik semmi, akkor is legyen valami. És ez stressz. De nem is ez a rosszabb része, hanem igazándiból az, amikor nagyságrendileg 2,5 napot egy héten azzal töltök el, hogy ülök a számítógép előtt és vágom a videót. Egyszerűen így nincs időm élvezni az utat. Ugye nincs szponzor, nincs senki, aki egy centtel is hozzájárulna ez az egész dolgot. A saját pénzem, saját időm, és basszus, akkor már élvezni akarom. Szóval nem azt mondom, hogy most már nem fogok semmit se csinálni, de nem tudom, hogy mikor. Lehet, hogy egy hónap múlva, lehet, hogy nem tudom. Lesz videó, nem lesz videó, vagy csak fölrakok pár képet, vagy élőbe bejelentkezek, hogy mit tudom én. Tényleg egyszerűen nem tudom, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki követte eddig az eseményeket, és velem volt, mert azért vannak ilyen emberek is bőven, szóval nagyon sokat jelent számomra az, hogy támogatásuk, és hát elnézés, hogyha a csalódást okozok ezzel a döntésemmel, de egyszerűen most élvezni akarom egy kicsit a dolgokat, szóval még lesz időm agyalni nagyon sok mindenen, sőt majd kell is, de most egyelőre még egy pár hónapot minimum itt utazni fogok, tehát minimum még egy 3,5 hónap, amit Tájföldön el fogok tölteni, az 1000%, és akkor lehet, hogy hazamegyek egy kicsit. Lassan 4 éve nem voltam otthon, és azért hiányzik a családom is, és szóval azért nem könnyű. Ez bármennyire is úgy tűnik, hogy itt ez egy nagy vakáció az egész, azért nem ennyire egyszerű ez a dolog, és már nem akarok itt sírni, mert nem ez a célom vele, de azért ez nem egy díszmenet, szóval azért nagyon sok fent és lent van itt is, mint bárhol máshol az életben, és most meg kellett hozni egy döntést, de abszolút rendben vagyok én ezzel így, úgyhogy nem is húzom tovább a szót, tehát ez a hét, ez most így ennyi, gyakorlatilag most már azért másfél hete körülbelül, hogy ugye így beleestem ebbe a lótúróba, és hát az igazság, hogy most mondanám, hogy most már majdnem túl vagyok rajta, de épp ma most valahogy megint nem annyira szuper, nem tudom, hogy ez így hullámzik, ez normális, vagy nem. Úgyhogy igazából per pillanat nem érzem túl jól magam. Remélem, hogy ez holnapra megváltozik, úgyhogy vigyázz magadra, továbbra is tudod. Love. És még visszatérek, ígérem, valamikor, valamilyen formában.